Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Dorftag in Jiakin. Das nationale Treffen wurde zum 38. Mal organisiert. Geschichte der Glaskunst in Neuglashütte. Die Besucher konnten auch die Fähigkeiten des Handwerks kennenlernen. Unser Erbe in Bildern. Die Fotoausstellung Gallas erweckte die Vergangenheit zum Leben. Klassik und moderne Musik. Deutsche Blaskapelle konzertierte in Fünfkirchen. Die deutsche Minderheit der Selbstverwaltung in Jiakin begrüßte Interessierte mit einem bunten Kulturprogramm anlässlich der 38. Nationalitäten- und Dorftage. Am Abschlusstag der dreitägigen Veranstaltung spielten ausschließlich deutsche Traditionen die Hauptrolle, als im Kellerdorf unter Beteiligung zahlreicher Tanzgruppen an vergangene Zeiten erinnernde Tänze zum Leben erweckt wurden. Győrkönyvben a német nemzetiségi hagyományok is megelevenedtek azon a többnapos rendezvényen, amelynek komoly hagyományai vannak a településen. Ha jól tudom, ez a 38. nemzetiségi nap már Győrkönyvben, tehát mi elég időben kezdtük el ezt a fajta hétvégi mulatozást és a hagyományoknak a megőrzését. A program az ugye nem csak a hagyományőrzésből, hanem egyébként ilyen falunap, nemzetiségi napnak nevezzük, amelynek során itt most idén 3 napig lehet a Pincefaluban különböző rendezvényeken, programokon részt venni. Ennek azért van egy elég stabil váza, ugye már 38 éve működik ez a többnapos nemzetiségi és falunap. Amikor úgymond a nemzetiségi nap van, ez idén vasárnap délután kerül sor, ekkor a helyi óvodás, iskolás, felnőtt tánccsoport, illetve meghívott vendégcsoportok lépnek fel. A település önkormányzata büszke rá, hogy a civil szervezetek aktív munkát végeznek és kiveszik részüket a közösségi élet szervezéséből. Az önkormányzatot és a falut támogatják a csoportok. A Győrkönyv hát 1000 fős település, de jó néhány programja van, ami azért nem csak megyében, hanem megyén határon túl is ismerik, és ezt egy-egy civil szervezet szervezi meg. Az önkormányzat meg némi kis támogatással azért segít, hogy inkább azt mondanám, hogy jelképes támogatással segíti ezeket a civil szervezeteket, és ők csinálják. Hála Istennek ez az önkéntesség még működik Győrkönyvben. Nagyon remélem, és ez egyébként ez egy településnek a továbbélésének egy fontos szereplője, hogy ez az önkéntesség tud-e maradni a településen. Itt is a mai napon is a német önkormányzat szervezte meg ezt a programot. Az önkormányzat inkább ilyen kereteket biztosít ehhez, és persze, hogyha szükség van segítségre, akkor azért ne a testület nem szokta azt mondani, hogy nem. Auf der Schwäbischer Eisenbahn, a Boldner Moll, a Bäuerler Fahrer, dort ein Schalter, Luft, der Hut, a Billettle sind so gut. Trulla, 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 la, trulla, 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 la, dort ein Schalter, Luft, der Hut, a Billettle sind so gut. A Győrkönyvi Napsugár óvoda gyermekeinek műsora is színesítette a település nemzetiségi és falunapját. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a német hagyományok ápolására. Mielőtt az ember belép az óvodánkba, már feltűnik, látszik a táblán, hogy mi Sonnenschein Kindergarten vagyunk, és bent az óvoda udvarába olyan virágokat telepítünk, ami a magyarországi németeknek a virága, vannak levenduláink, van muskátli, ami a régi falusi udvarokban is megjelent. Van egy tánccsoportunk most már immár 20 éve, a Don Rösszien tánccsoport, és a viseletünk is a győrkönyvi hagyományos viseletet tükrözi, egy kicsit modernizálva, és mindig tanulunk magyarországi németek mondókáját és győrkönyvi mondókákat, dalokat tájszólásban is.
A helyi óvoda örömmel veszi ki a részét a település kulturális életéből, rendszeres szereplői a helyi rendezvényeknek, de emellett minden más lehetőséget megragadnak arra, hogy a német hagyományokat táncaikkal, énekeikkel továbbadhassák. Itt a falu rendezvényeken mindenhol fellépünk, és bemutatjuk a repertoárunkat, és a Szekszárdi Wunderland óvodában vagyunk hivatalosak minden évben a nemzetiségi óvodák tánc találkozójára, ahova nagyon szívesen megyünk is. A mi óvodánkban két csoport van, és négyen vagyunk óvonők, és ebből mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hárman nemzetiségi óvodapedagógusok vagyunk. A negyedik kolléganő most kezdi meg a tanulmányait a főiskolán. A nap folyamán minden helyzetet igyekszünk kihasználni arra, hogy a német nyelvvel ismerkedjenek a gyerekek. Az öltözőben, a mosdóban, csoportszobában, alváskor, minden játékos formában. A helyi óvodásokon kívül több nemzetiségi csoport öltötte magára a hagyományos viseletet, és mutatta be azokat a tánclépéseket, amelyek a német kultúra nélkülözhetetlen elemei. A Györkönyi Pincefaluban sokan voltak kíváncsiak a német hagyományokat éltető előadásokra a 38. nemzetiségi és falunap alkalmával. Zum 25. Mal wurde den ehemaligen Glaskünstlern Hettig und Neuglashütte gedacht. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch die neuen Glasfenster der Martinskirche eingeweiht, die Ereignisse aus dem Leben des ehemaligen Bischofs von Tours darstellen. Tagsüber konnten Interessierte dieses Handwerk mit Hilfe von Glaskünstlern kennenlernen. Német és cseh földről érkezett munkások a 17. század végétől a 19. század elejéig négy üvegkészítő műhelyben, azaz Hutában olvasztottak és fújtak üveget a keletmecsekben. 2008-ban Jegenyés János néhai üvegtervező iparművész szakmai felügyelete mellett tartották az első üveges hétvégét Óbányán, melyet azóta minden évben más-más volt zengővidéki üveges faluban rendeznek meg. Idén hosszú Hetényben és Kisújbányán üvegművészek közreműködésével ismerkedhettek meg az érdeklődők ezzel a mesterséggel. Elsősorban Csámorva vidékről származó német ajkú telepesek jöttek ide erre a vidékre, és a pécsi püspöktől az erdőt bérelték, és az erdő kitermelésével nyerték az energiát, és így tudtak üveget fújni, és hát üveggel fizettek elsősorban a püspökségnek. Hetény környéki erdőkben, például Pusztabányán, Kisújbányán, de Óbányán is, ami nem Hetényhez tartozik, a 16. és a 18. században erdei üvegkuták működtek. És a legutolsót, amit 1805-ben zártak be Pusztabányán, annak a leletanyagából nyílt egy kiállítás hosszú Hetényben, és annak a kiállításnak az apropóján, amit 2008-ban nyitottunk, megrendeztük az első üveges hétvégét. Ami abból állt, hogy egy üveges kiállításon túl, hogy üvegfúvókat hívtunk meg, hogy bemutassák azt, hogy ezt az ősi mesterséget, ezt hogy lehet ma művelni, ugye egész más technológiával, mert ugye az erdei üvegkutások fát használtak energiának, itt jelenleg most már gázzal működünk. Hát gyerekkoromban kezdődött, mondhatni 14 éves koromtól üveggel foglalkozom, és ez egy szakma elsődlegesen, és ezt lehet különböző szinten művelni, és nagyban hozzájárul az, hogy ki mennyire szereti az üveget, hogy mennyire tekinti játéknak a munkáját, és az hozzásegít ahhoz, hogy a munka közben ne érezze az ember azt, hogy munkát végez, hogyha játéknak tekinti, és hagyja, hogy az üveg vezesse, és az üveg segítse őt a munkában. Én nagyon egyszerű lélek vagyok, tehát én magamat nem is tartom művésznek, jó lehet, diplomám szerint üvegművész vagyok, én inkább viccesen szoktam mondani, hogy női üvegszabó vagyok, és ez ki is fejezi azt, hogy vágom, szabom az üveget, és megpróbálok olyan nőies formákat vinni az üvegre, amit ha az emberek megnézik, akkor egy emléket, egy természet
természeti emléket ébresztek föl. Nem csak a hivatásom, hanem egyben a munkám is, és megpróbáltam erre építeni az életemet, és olyan üvegeket készíteni, ami az embereknek örömet okoz, és így meg is veszik tulajdonképpen. A rendezvény részeként avatták fel és szentelték meg a Szent Márton templom új üvegablakait is, melyek a hajdani Túri püspök életének eseményeit ábrázolják. A Szent Márton templom van Kisübányán, és a lelkes helyiek, főként talán Derksen Gyönyinek köszönhető, ez a Szent Márton kultusz itt is kialakult, illetve fölvirágzott, és ezzel kapcsolatos mozaik ablakokat készítettünk, és készítettünk, és hát ezek már a templomban megtekinthetők. A napot német nemzetiségi műsor zárta, melyen baranyai és Tolna megyei zenészek léptek fel. A Deutsche Club Child énekarát vezetem, én már 30 éves az énekar, idén ünnepeljük a 30 éves fennállásunkat. Sázs környéki, sázsdi különböző foglalkozási emberek vesznek részt a csoport munkájában. Én úgy veszem észre, hogy nagyon szeretik ezt művelni, hiszen ez egy nagyon szép elfoglaltság, heti rendszerességgel, itt a két hetente, ahogy fellépések jönnek sorra, úgy próbálunk. Van egy csodálatos szép helyünk, azt a Sárgy önkormányzat biztosította részünkre, ezután is köszönjük nekik. Én egyébként Sárgy dalpolgármester is vagyok közben, úgyhogy így könnyű volt talán egy kicsit ezt elérni. És hát nagyon szeretjük ezt a német népzenét, és szeretnénk ápolni. Sárgyon is nagyon sokan élnek, ungárdáncsok, és úgy gondolom, hogy 24. órában vagyunk, hogy ezt még talán meg tudnánk menteni, ezt a szép hagyományt, ami Sárgyon is él. A gyermekem, itt énekel feleségem, próbáljuk föl hozzánk húzni őket, és táncsoportot is próbálnánk alakítani, de nagyon nehéz. Régen volt Sárgyon is táncsoport, most már sajnos nem megy. Azért mindent megteszünk, és vannak segítőink, például most volt a Grossmutters Küche június elején, ott nagyon sok fiatal segítőnk volt, akik segítettek ennek a szép rendezvénynek a megszervezésében. In Gallas wurde die Veranstaltung unter dem Titel Unser 300-jähriges deutsches Erbe angekündigt, die Interessierten das bauliche und kulturelle Erbe der mit Schwaben verbundenen Siedlung präsentierte. Tagsüber hatten die Besucher die Möglichkeit, die örtliche Heimatsammlung, das deutsche Architekturerbe der Siedlung, zu besichtigen und bekamen auch Einblick in die Sammlung einer einheimischen Familie. Kalasz Nuna Lusz család egy fotókiállításon keresztül eleveníti meg a svábság történetét közel 100 éves múltján keresztül, amit ma Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ egy nagyon jó kezdeményezésnek tart. Es ist erfreulich, dass in mehreren Dörfern und Gemeinden schon ähnliche Häuser renoviert werden und diese zu Begegnungsstätten werden. Aber was wir hier in Kolozno sehen, also das ist etwas ganz Besonderes, dass eine Familie sich so zusammenschließt und in 10 Jahren so viel schafft, dass eine Galerie entsteht, ein Wohnhaus wieder entsteht und so viele Gäste hierher kommen. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes und sehr unterstützungswert. Also das Ungarn-Deutsche Kultur- und Informationszentrum und Bibliothek organisiert seit 2008 Blickpunkt-Wettbewerb der Bilder. Und wir haben durch diesen Wettbewerb Herrn Czorber kennengelernt. Er hat dort auch mehrmals gewonnen. Er saß sogar in der Jury auch schon einmal, weil er war wirklich sehr erfolgreich mit seinen Fotografien. Er ist ein hervorragender Fotograf und er macht wirklich wunderbare Bilder über die Ungarn-Deutschen. Und dann hat er mich auch eingeladen, dass ich hier mal eine Ausstellung eröffne. Und dann so bin ich nach Kolozno gekommen. Und ja, so mit der Familie sind wir dann auch Freunde geworden und das ist, macht immer wirklich Riesenspaß herzukommen, weil diese Gastfreundschaft, was hier herrscht, das ist was ganz, ganz Tolles. Man kommt sehr gerne immer wieder nach Kalasz zurück.
Az esemény alkalmával a családi fotókiállítás kiegészült a Szekszárdról érkezett baba kiállítással is, amely a környékbeli svábfalvak viseleteit mutatta be az érdeklődők számára. Die Trachten sind noch nicht in Vergessenheit geraten, denn viele Tanzgruppen tanzen noch in authentischen Kleidern. Und dank solchen engagierten Leuten wie die Frau Till, so werden auch so wunderschöne Puppen hergestellt. Beziehungsweise es gibt noch Näherinnen, die eigentlich die Tracht noch nähen können. Und das ist sehr erfreulich. Natürlich braucht man Nachwuchs. Hoffen wir, dass es noch dazu kommt, dass noch viele junge Leute dieses Handwerk sozusagen erlernen, dass sie nähen lernen, sticken lernen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist hier wieder mal was Besonderes, dass aus der Tollnau, also aus dem Komitat, so viele Puppen auf einmal zu sehen sein sind. Und es ist sowieso interessant mit den Trachten. Also früher, wenn die jungen Mädchen oder die Frauen in die Stadt gegangen sind, dann konnte man ja auch anhand ihrer Tracht erkennen, aus welchem Dorf oder welcher Gegend sie kommen und auch welchen Standen sozusagen sie bekleiden. Also das ist schon sehr interessant. Und hier, was hier ganz besonders ist an diesen Puppen, dass alles wirklich so bis ins Detail nachgemacht wird. Also das ist wirklich zeitaufwendig, das mal anzuschauen. Aber wirklich, es macht so viel Freude und Spaß. Ich glaube, wenn man etwas erleben möchte, dann sollte man diese Ausstellung unbedingt anschauen. Und was wichtig ist, man soll sich Zeit nehmen, dass man wirklich alles ganz gründlich besichtigt. Weil da sind so Kleinigkeiten, Feinheiten, die wirklich sehenswert sind. Auch die Fotografien, also die 100 Jahre alten Fotos, die sind etwas ganz, ganz Besonderes. Und von den Bildern schauen zu uns eigentlich Menschen rüber oder herab oder zu, die auch heute noch unsere Nachbarn oder Freunde oder Verwandte sein könnten. A kiállítás pedig a családdal való egyeztetés után bárki előtt nyitva áll. Kalasznó seit 300 Jahre leben hier in Ungarn-Schwaben und die Familie Lux, meine Frau ist eine Lux und lebt auch hier für 300 Jahre lang. Und dieses Haus war fertig im Jahre 1942, aber leider die Ahnen müssten das Haus verlassen in 1945. Und dann das Haus hatte einige Eigentümer und wir haben das zurückgekauft im Jahre 2009, so circa 60 Jahre. Jahre später. Die Stahl war in der besten Zustand und dort haben wir eine Stahlgalerie gegründet und wir haben mehrere Ausstellungen im Sommerzeit gemacht. So Ausstellungen, Konzerte waren oder so, nur im Sommerzeit. Aber in den letzten drei Jahren, es war ein großer Umbau, haben wir dieses rote Dach gesehen und deswegen war eine Pause im Sommer und dann kommt der Covid und wir haben nichts gemacht. Aber letztendlich gekommen sind diese 300-jähriges Jubiläum und wir haben gedacht, das müssen wir etwas machen. Und mit der Hilfe der Bürgermeister oder mit der Kolasznóer Önkormányzat und der Fejlődő Kolasznói Egyesület, wir haben das zusammengestellt und wir haben diese Ausstellung, wieder eine neue Ausstellung eröffnet. A kiállítás mellett több száz éves ruhák, használati eszközök is felelhetőek a tárlat darabjai között. Die Fotoausstellungen wurde ganz ausführlich gemacht, weil ich bin auch Aktivfotografer und es gibt einen Wettbewerb bei der Zentrum. Zentrum ist der Ungarn-Deutschen Kulturelles und Informationszentrum und sie organisieren jedes Jahr Fotowettbewerb. Und ich nahm teil bei diesem Wettbewerb mit Erfolg und viele Fotos waren schon in Budapest ausgestellt oder verschiedene Teile des Landes. Und jetzt haben wir die besten Fotos vergrößert und davon eine Ausstellung, praktisch die Sammlung von Fotos von Familien oder erweiterten Familien. Und die andere ist eine sehr interessante Sache. Ein Ethnographer und ein Fotografer, der Rudolf Hartmann, hat die ungar-deutsche Dörfer fotografiert oder Städtchen fotografiert in den 20er, 30er Jahren. Und in Kolasznó hat auch schon 71 Fotos gemacht. Und das bedeutet, dass Kolasznó war etwas interessant, dort so viele Fotos übrig geblieben. Und das sind offizielle Sammlungen und davon gibt es auch einige Fotos ausgestellt. A képek megelevenítették a múltat a kalaznói kiállításon. Johann Strauss, Richard Wagner, Frank Sinatra. Auf dem Platz des Theaters Fünfkirchen wurden klassische und moderne Musikstücke aufgeführt. Die Blaskapelle aus Biberach in Deutschland unterhielt das Publikum. Das Ensemble besteht aus etwa 100 jungen Musikern, von denen einige zum ersten Mal Ungarn besucht haben. Musik.
németországi Biberach település fúvószenekara adott koncertet Pécsett a Nemzeti Színház előtt. A közel 100 tagú együttes műsorára sokan voltak kíváncsiak. Az érdeklődők klasszikus és modern darabokat is hallhattak az előadás során. Wir sind im ungarischen Bildungszentrum in Boje untergebracht und sind dort sehr gerne Gäste und die haben für uns diese Konzertreise mitorganisiert, dann diese Philharmonia, die drei Konzerte hier in Pécs und gestern in Balaton führt und in Budapest für uns organisieren. Und sie haben für uns diesen Ort Pécs ausgewählt und deshalb sind wir jetzt hier. Das Orchester ist die Kreisjugendkapelle Biberach. Das Orchester wurde 1977 vom damaligen Landrat Dr. Wilfried Steuer gegründet und setzt sich zusammen aus Jugendlichen aus dem gesamten Landkreis Biberach. Biberach befindet sich im Süden von Deutschland, nähe vom Bodensee, ziemlich genau in der Mitte zwischen München und Stuttgart. Die Jugendlichen, die müssen ein Vorspiel absolvieren und dann dürfen sie bei uns mitmachen. Und wir sind so im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Ja, wir sind ein typisches sinfonisches Blasorchester. Wir haben Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente und Schlagzeug, ergänzt durch Kontrabass, manchmal auch Harfe. Also die ganze Holzblasinstrumentenfamilie von der Piccoloflöte über die Altflöte, Klarinetten, Bassklarinetten, die ganzen Saxophonfamilie und dann hohes Blech, Trompete, dann weiches Blech, Horn, Posaune, Tenorhorn und die Tuben und großes Schlagzeug. Also Repertoire, es gibt eigentlich die traditionelle Blasmusik, also Märsche, Polka, Walzer. Das spielen die Jugendliche auch viel zu Hause in ihrem Verein. Dann klassische Bearbeitungen. Unser erstes Stück heute ist eine Bearbeitung von Tannhäuser, von Richard Wagner. Dann haben wir professionelle Opernsänger dabei. Wir machen Opernquerschnitt, Puccini, Verdi und dann vor allem auch Filmmusik und dann auch moderne Geschichten, die die Jugendlichen einfach sehr gerne spielen. Und wo wir gespielt haben, also wir sind wirklich schon weit rumgekommen. Wir waren sogar schon beim Papst in Rom, haben auf dem Petersplatz musiziert, sogar im Petersdom, waren Konzertreisen in Teneriffa, waren in Carvina, zuletzt in Prato und Florenz, haben dort gespielt. Und jetzt sind wir hier in Ungarn und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und wir spielen, das erste Stück ist Wagner, der diese Tannhäuser. Dann spielen wir Melodien aus Operetten von Franz Lehár, Puccini-Arien und dann ein Walzer von Johann Strauss, Filmmusik von Ennio Morricone und dann am Schluss noch ein bisschen was Frank Sinatra, ein bisschen was Unterhaltsames fürs Volk, fürs Publikum, fürs Herz. A fiatalok mind nagyon szeretnek muzsikálni. Martin és Luisa például klarinéton játszanak és izgatottan várták a koncertnapját. Ich bin seit 2014 Mitglied der Kreisjugendmusikkapelle und spiele die Klarinette. Ich habe in der dritten Klasse, das war 2005, mit der Klarinette angefangen und ja, es macht heute noch genauso viel Spaß wie damals. Gerade bei uns im Landkreis gibt es sehr viele Vereine. Es ist der Landkreis mit den meisten Musikvereinen in Deutschland, die auch diese traditionelle Blasmusik spielen. Das ist sehr fokussiert und deswegen wird es uns allen eigentlich ja, in die Wiege gelegt und wir wachsen damit quasi auf. Ich war leider noch nie vorher in Ungarn. Wir waren vor 8 Jahren in Tschechien und auch damals fand ich die Gastfreundschaft, so wie heute, auch gestern in Balaton Fürth am Plattensee, echt überragend. Das Publikum war sehr, sehr, sehr uns ja, zugunsten und es hat einfach Spaß gemacht, hier zu spielen. Und ich freue mich, dass wir hier sein können. Ich bin jetzt seit 2016 in der Kreisjugendmusikkapelle und ich spiele Klarinette. Und genau, ich habe jetzt noch zum Glück ein paar Jahre vor mir, wo ich noch dabei sein darf. Ungefähr seit der dritten Klasse, also ich würde sagen, seit ich 11 bis 12 Jahre alt war. Und genau, es war schon immer eigentlich mein Lieblingsinstrument und meine Schwester hat es auch gespielt und dann habe ich auch angefangen und genau, es macht mir immer noch genauso viel Spaß. Das ist mir sehr wichtig, also auch gerade zum Beispiel in den Musikvereinen in der jeweiligen Stadt ist das natürlich auch immer noch vorhanden und macht nach wie vor auch Spaß, aber ich finde, die Abwechslung macht's aus. Also hier in der Kreisjugendmusikkapelle spielen wir auch andere Bereiche, andere Genres, zum Beispiel Titel, Filmmusik oder traditionelle Märsche, Konzertwalzer, alles Mögliche. Und die Mischung, finde ich, ist einfach das, was so viel Spaß macht.
Nee, leider war ich noch nicht in Ungarn, aber wir hatten gestern Abend unser erstes Konzert und mich hat die Gastfreundlichkeit oder die Gastfreundschaft einfach überzeugt. Die Leute waren so freundlich, haben so viel Applaus gegeben, obwohl sie uns nicht gekannt haben. Und es war einfach ein schönes Gefühl, dass die Leute, obwohl sie uns nicht kennen, uns die Möglichkeit geben und sie uns zuhören. Und abgesehen von davon, auch einfach, wie die Städte aussehen, gerade diese Stadt hier ist wunderschön. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.